Harlekin Báb Színház a Dzsungel könyve című előadásával kezdődött a 17. országos nonverbális diák találkozó a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Próbáljuk a sérült és épp diákokat egy fesztivál keretében Egerbe csábítani, és 3 napig olyan programot biztosítani, ahol ez a nagyon-nagyon sokat emlegetett szó, hogy integráció, megpróbál megvalósulni. A diákok a művészetek nyelvén a zene, a tánc segítségével mutatták meg tehetségüket. A 3 napos kulturális fesztiválra az egri fellépőkön kívül többek között Tiszalökről, Velencéből, Bajáról, Komlóról és Budapestről is érkeztek tanulók. Az Eszterházi Károly Gyakorlóiskola diákjai a Hullám, a Szívdobbanás, valamint a Flamingók tánca című darabokkal léptek színpadra. A táncok mellett komoly zenei előadást és mazsorett bemutatót is láthatott a közönség.